Továbbra is tilos a jégre lépni a hazai tavakon. Ennek ellenére szerdán délelőtt akadtak a Velencei tónál olyanok, akik rámerészkedtek. Bár a tó nagy része befagyott, továbbra is tilos rálépni. A jég vastagsága itt a Velencei tónál jelenleg 7 cm körül van. Szakemberek szerint akkor érdemes kipróbálni a Velencei tavon és más tavainkon a téli sportokat, hogyha jég vastagsága 10 cm fölé hízik. Ez a testvérpár korcsolyával és kájtal érkezett a tóhoz. Azt mondják, ritka lehetőség, hogy alkalmas a jég a sportolásra, ezért már napok óta ide járnak. Mi is néztük a jégjelentést, de utána itt enyhén rákoriztunk a szélére, és talán beljebb is még biztonságosnak tűnt, ezért saját felelősségre korcsolyáztunk rajta egyet. Nem szeretnék senkit se ilyen viselkedésre biztatni, de a reggeli órákban, délelőtti órákban, mielőtt a nap tényleg kisütne, Még relatíve erősnek érzem a jeget. Délután is voltunk kint, akkor már egyre több vizesedés van itt a peremén, akkor már azért gyengébb, meg recseg egy kicsit. Bár helyenként biztonságosnak tűnhet a vastagság, sok helyen láthatóan nem fagyott be teljesen a tóvize. Van, aki szerint nagyon veszélyes rámenni a jégre. Tegnap egy jégvitorászott, de itt kint a part végén töredezett a jég végig. Nem fagyott még be, nem állt be a tó egészen, és nem megyek rá. A szakemberek továbbra is azt kérik, hogy senki se kockáztasson, ha valaki mégis rámerészkedik, számoljon azzal, hogy megsérülhet, de még bírságot is kaphat.